Az idei MB2-es bajnokság első mérkőzését Siklós otthonában játszotta a Rinyamenti Kézilabda Klub férfi csapata, ahol nem sikerült pontot szerezniük a nagyatádi fiúknak. A második találkozón hazai pályán így mindent beleadva játszottak a fiúk, hogy megszerezzék első pontjaikat. Ez azonban nem volt túl egyszerű. A Kalocsa elleni mérkőzésen az első félidőben mindössze egy gólos előnnyel, 13-12-es eredménnyel mentek pihenőre a nagyatádi játékosok. A múlt heti siklósi vereség után nagyon nem voltam elégedett a védekezés a csapatnak. Ezért egész héten azt gyakoroltuk a fiúkkal, hogy a védekezés hogyan lehetne jobbá tenni. Úgy érzem, az első fél időben valamennyire sikerült is. Sokkal több jó dolgot láttam, mint a múlt heti meccsen, de mindig rengeteg a hiba. Próbáltunk hazai közönség előtt egy tetszetős játékot produkálni. Szemhelyjel közel sikerült, de inkább kevesebb szer, mint többször. A második játékrész elején hamar felzárkózott az ellenfél, hosszú perceken keresztül fej-fej mellett haladtak a csapatok. Mindkét összeállítás vétett hibákat a pályán, mely az utolsó percekben vált igazán izgalmassá. A második játékrész 29. percében egy lerántást követően ítélt a bíró 7 méterest a nagyatádiak javára, melyet Takács László értékesített, ám a mérkőzés utolsó másodpercében a hazaiak is hibáztak. A kalocsai játékosnak ekkor már nem volt más választása, mint hogy a nagyatádi sorfalon keresztül kapura dobja a labdát. Ezt azonban nem sikerült értékesíteni, így maradt a végeredmény 25-24 a nagyatád javára. Úgy érzem, hogy megpróbáltuk azt, amit gyakoroltunk a héten újra előszedni, igaz, hogy fáradtak voltunk, de azt mondtam a fiúknak az utolsó időkérésnél, hogy másodperc van vissza, próbáljuk meg azt megvalósítani, amit megbeszéltünk, lövőkre kilépni, mindenáron faltolni, egy jó kapus teljesítménnyel sikerült is. Második fél, de úgy érzem, kicsit elfáradtunk. Próbáltam a fiatalokkal frissíteni a csapatot. Szeretnénk, az a cél, hogy a fiatalokat minél előbb beépítsük a csapatba, sok lehetőséget kapjanak, és végül is ők vigyék ezt a csapatot most már minél többen. Próbáltam cserélgetni, nehéz volt, mert egy szoros mérkőzés volt, tavaly NB1-ben is volt a Kalocsa, de úgy érzem, hogy a végére megpróbáltunk mindent megtenni a győzelemért, és ez szerencsére sikerült. A hazai mérkőzésen az edző több fiatalnak is játék lehetőséget biztosított, melyre az ellenfél is felfigyelt, hiszen a Kalocsa emberfogással próbálta megsemlegesíteni az egyik nagyatádi fiatalt. Úgy gondolom, hogy a vezetőségnek is, nekem is az a célom, hogy mindenképpen a fiatalok építsék ezt a csapatot. Természetesen mi idősebbek, amíg bírjuk és amíg szeretjük, addig próbáljuk csinálni. De ez a csapat, ez a fiataloké. Közönség, hatádiak, helyi gyerekekkel szeretnénk ezt játszani, ezt a játékot. Próbálom beépíteni őket a csapatba, hogyha bátrabbak, és megtesznek mindent a sikerére, akkor ez sikerülni is fog. A Rinyamenti Kézilabda Klub férfi csapata a hétvégi győztes mérkőzés után Hőgyész otthonában lép pályára, hazai közönség előtt pedig október 8-án este 6 órakor játszanak a fiúk a Városi Sportcsarnokban.